Egy pozícióban változtatott Bencés Miklós, a Lombardot 3 góllal legyőző együttesen. A sérült Szélesi Zoltánt a mindössze 19 éves Lorenz Márton váltotta, aki először lehetett kezdő ebben a szezonban. Villám Muszkát, Tiago és Börsen volt a dunaújvárosi kezdő 11 tagja. Csak úgy, mint az MTK ellen legutóbb, helyettük Józsival, Zsótérral, Orosszal és Jakabbal áll fel Dobos Barna csapata. Nézzük a találkozó összefoglalóját. A 9. percben támad a Puskás Akadémia, Lencse teszi vissza nagyon okosan sarokkal, Tisler az, aki nem találja el a kaput. Minden esetre szép akció volt. Sokáig kellett várni, hogy ismét történjék valami. 32. perc, Orosz rávezeti a védőjére, és aztán a rövid sarkot veszi célba. Danilovics védett méghozzá hatalmas bravúrral. 38. perc, Cvitkovic végzi el a szabadrugást, jön a labda oda a hosszú sarok felé, és nem sikerül bejuttatni a labdát a kapuba. Milinte véd. Tisler fejelt, ismét ő került tehát helyzetbe. 40. perc, hiába vannak kevesebben a pirosak, így is gólt tudnak szerezni. Orosz Márk a gólszerző. Jakab végzi el a szabadrugást, Kelics röviden fejeli ki. Orosz szép cselek, és egy kis szerencsével bejuttatja labdát a kapuba. Vasicskun változtatott irányt a labda. Orosz Márk második gólja ebben a szezonban. 44. perc, egy szép Zsótér, Nikházi akció, Perics érkezik, és bekotorja a dunaújvárosiak második gólját. 0-2 a 44. percben. Kellemes kis kombinatív játék, ezúttal is lemaradnak a Puskás Akadémia védői. 61. perc, Vasicsku íveli föl a labdát, Lorenz kissé kisodródik, de így is óriási gólt lő, 1-2. Említettem, hogy Lorenz először volt kezdő ebben a szezonban, és meg is szerzi a gólt, ami bizonyára meggyőzi a szakvezetést, hogy érdemes vele számolni a továbbiakban is, méghozzá a kezdő csapatban. Jól érkezik a labda a rövid sarok irányába, és most a dunaújvárosi védelem bizonytalan, és ennek köszönhetően kiegyenlít a Puskás Akadémia. Szakály a gólszerző, ő is a második gólját szerzi ebben a kiírásban. 2-2 tehát, 75. perc. Sallai, félmagasan érkezik a labda, igen, jó kis fejes volt, Tisler fejelt. Ez már a harmadik lehetősége a mérkőzésen. Milinte pöckölte fölé a labdát. 2 perccel később, azaz a 77. percben Jakab Dávid labdát veszít, majd lerántja Vasicskut, kap egy sárgát, de neki már volt egy ilyen színű lapja. Néhány perccel korábban kapta az első sárga lapot a 19 éves középpályás. Először kényszerül idő előtti búcsúra. Sallai végzi el a szabadrugást, aztán Fábiótól visszakapja, majd bedobja oda középre, Tisler pedig gólt szerez. 0-2-ről fordítva 3-2-re nyeri a mérkőzést a Puskás Akadémia.